Úgyhogy Mihalik Györgynek sem sikerült, és Benedek Zsoltnak sem sikerült, de se baj, van még a cilinderben magyar, hiszen érkezik azonnal Való Norbi a francia Abdallah Mabellel szemben. Nagyon nagy taps kíséri Benedek Zsoltot az öltözőben. Hát kedves nézők, itt van az utolsó bizodalmunk a Venom World Victor Series-ben, hiszen Balog Norbert az a magyar versenyző, aki 72,5 kg-ban még bejuthat a párizsi döntőbe, és hát neki sem lesz könnyű dolga, de miért lenne? Hát ezt nem adják ingyen. Franciaországban érkezett az ellenfél, Abdallah Mabel személyében, aki több mint 10 éve profi, sok nagy nemzetközi győzelmet aratott már. 2011-ben itt járt Magyarországon, akkor egy tájföldi versenyző győzött le. Való Norbi viszont talán sokan emlékeznek rá, a Fight Coach sorozatban 4-es döntőbe jutott, ugye néhány éve. Igen, és volt szerencsém kint lenni a budapesti selejtezőjén ennek a Fight Coach-nak, ahol egy horvát tájbox világbajnokot úgy ugolt le fejed, hogy fölrobbant a csarnok. Még emlékszel rá te is. Azt sosem felejtem el. Tehát Norbi egy szikla kemény, tehát sok-sok kemény harcos van Magyarországon, de Norbi közülük is kiemelkedően kemény harcos. Na hát akkor hajrá Norbi. Egyébként a mérkőzés előtt Balog azt mondta, hogy tudja, hogy nem lesz egy sétagalop, és azt is, hogy nem egy olom játékkatona áll előtte. Szóval nyerni kell, nem lesz tényleg könnyű, de maximálisan felkészült erre a csatára. Hónapok óta tulajdonképpen csak ez a mérkőzés jár az agyában, és az edzés munkának ki kell jönnie a mai estén. Lehet is látni Norbin, hogy nagyon-nagyon-nagyon motivált. Szép horgokkal kóstolgatja a franciát, aztán utána a lábát is előveszi Balog. A csibész, ugye ez a beceneve, de amikor munkáról van szó, akkor hihetetlen fegyelmezett. Szétválasztja őket. Igen, de dobás nincs azért itt ebben a szabályrendszerben. Így van, még kísérletet sem nagyon tehetnek rá. Szabó Gábor vezeti a találkozót. Ez gyönyörű volt. Egy jó kombináció. És nagyon szépen használja Norbi a térdeit, tehát... Egy belső combrugással próbálkozik Mabel. Aki inkább technikás, mint kőkemény versenyző, tehát azt nehéz elképzelni, hogy mondjuk Balog Mihalik sorsára jut, de azért vigyázni kell a franciával szemben, hiszen egy nagyon sokat látott veterán harcos Mabel. Igen, nagyon laza izomzata van a francia srácnak, mint hogy ez a színes bőrökre jellemző, tehát tényleg nagyon gyors, nagyon gyorsan jó a ritmus váltásai. Mert tovább csak kifordult Mabel, szerencsére a kötélsor megállította. Igen, folyamatosan sakban kell tartani Norbi. Meg is szólal a közönség, vigyázni, ballal jobban talál Mabel. Eléggé nyitott a francia, főleg a fejét nem védi igazán, úgyhogy ezt lehetne azért büntetni. Jó az a tér, csúnyi módon oda a lengőbordákra. Szép. Igen. Norbinak zártnak kell maradnia, mert gyors, laza, gyors izomzatú a francia srác, és érhetnek meglepetések, hogyha nem zártan védekezik végig. Igen, de őt is lehet sebezni. Egyébként a Párduc becenévre hallgat, La Pantera. Kameruni származású a francia fiú. A legtapasztaltabb versenyző az egész mezőnyben. Most talál egy bal jobb összetétellel Mabel. Van még egy fél perc a menetből. Elég gyorsan fölvették az üzemi hőmérsékletet, mit mondjak. Igen, ez is egy nagyon mozgalmas, nagyon sok akciót felvonultató első menet. Ez egy gyönyörű szép Maigeri, ez az. Szinte belepasszírozta az ellenfél testébe a lábát Norbi. Igen, hiszen nagyon sokat jelent pszichésen a versenyzőnek egy ilyen gyönyörű mozdulat. Hogy de szép Norbi. Az a balos! Mint egy ilyen kőfalnak ugrott volna Mabel is, aztán az ő jobbosa villan. A bíró szerint nem volt leütés, mehet tovább. Utolsó másodpercek, jó, de izgalmas. Megint elsápadt jó néhány olyan szurkoló, akik azért nehezen bírják az izgalmakat. Húha, mi volt ez szerinted, Laci, leütés? Szerintem nem volt leütés, jól döntött a bíró. Megnézzük majd lassításban, ez nekem is úgy tűnt. A szívem azt mondja, hogy nem volt leütés. És azt kell, hogy mondjam, hogy Norbi akarata az utolsó 15 másodpercig érvényesült. De kár értek a végéhezet. Ballal jobban talál, a francia, ez nem az a jelenet.
ez gyönyörű volt Baloktól. Igen, ez a menet legvége fele történt, és ezt követte sajnos egy horogütés. És ugye ez is a váratlanság erejével hatott. Ott. Hát így visszanézve. Tiszta volt, precíz volt, de azért a lendület is elvitte valamit, aki hátrált, és erre egy kicsit még rásegített jobb kézzel Mabel. Maradjunk annyiban, hogy azért nincsen megrogyva Balog. Erre mondják a fociban, hogy a jó kapusnak van szerencséje, nekünk ennyi jár. Vagy hogy mondjuk azt, hogy ennyire lejthet azért a hazai ring. Na nézzük a második menetet. És ennél több kell, ezek szerint Norbi, ennél több kell. Ő azt mondta, hogy egy mérföldkő ez a pályafutásában, ha nyerne, az lenne élet egyik legfontosabb győzelme, hiszen ott lenne Párizsban, a nagy döntőben. Kemény ütésváltások. Azért látszik Mabel minden egyes megmozdulásán, hogy nem a 6-20-assal jött. Ugye meg is nézem itt a statisztikáit. 116 mérkőzése volt eddig Mabelnek, 87 győzelem, 47 KO, T2 World Max bajnok például, az nem sikerült Norbinak. Lehet még próbálkozni, igen, most kell emberek biztatni Norbit, nagyon fontos. És megint talál Mabel, de kár érte. És megint a kéztechnika, ennye-bennye. Igen, ezt most már nem lehet számolás nélkül megúszni. De gyorsan regenerálódik, várni kell még ilyenkor, nem kell ennyire fölkészületlenül. Benne van sajnos ez a két ütés Norbiban, nagyon akar a magyar fiú, talán túlságosan is. És lankadt a figyelme, ráveti magát azonnal Mabel. Védekezni kéne, vagy fogni Norbi. Föl a fedezéket, ezt valahogy túl kell élni. Ezek most nagyon fontos, nagyon kritikus másodpercek. Igen, ez most vízválasztó lehet. Az biztos, hogy ez túléli Balog, akkor még nyerhet is. Hát most jön elő a csibészvér. Megnézzük, hogy mennyire csibész most. Jönnek a felütések Mabeltől. Látszik, hogy nem csak azért érkezett ide, hogy megnézi a debreceni virágkarnevált. Nagyon jó versenyző Mabel. Igen, most Orbának tördelnie kell a meccset, hogy rendezni tudják majd a szünetben a sorokat. Nagyon fontos. Hát, ha lesz szünet, Laci, ha lesz szünet, van még egy perc a menetből, és nagyon meg van fogva a magyar fiú. Ilyenkor rá kell menni az ellenfél, meg kell fogni, át kell ölelni, rábízni a bíróra, hogy szétszedje, pihenni rajta, rá nehézkedni, hogy akkor abban lehet időt nyerni. Így van, mert eltáncolni nem képes Balog, de legalább fölteszi a fedezékét fegyelmezetten, persze testen így is el tudja találni Mabel. Nagyon nehéz pillanatok ezek. Ez az Norbi, próbáljunk meg valamit csinálni. Most kell kijönni a magyaros virtusnak. Mabel pedig megy előre, mint egy tank, nem mérlegel. Egy lábsöprés, ebből föl kell állni. Így is csak támoljog a ringben Norbi, legyen már szünet. Szomrúgás Mabeltől. Sokkal frissebb természetesen a francia. Nem tudom, mire lesz elég az az egy perc. Ki tud-e addig tisztulni, Norbi? Ez az, bal jobb kombináció, ütni kell. Vigyázni kell erre az utolsó pár másodpercre. Önkívületi állapotban van Balog. Egy kicsit görcsössével természetesen. Szép térdes. És még egy jobb kezes, bravo! Hú, de még gödörből mászott ki Balog. De ez még mindig kevés, ez még mindig csak a feladat egyik fele. A biztatás! Hát ez nagyon-nagyon nehéz menet volt. Vége a második menetnek, jön a harmadik! Tehát óriási szíve van, tehát ezt lehet látni, hogy ez kevés harcos hordta volna így kilábon. És ez azt is jelenti, hogy jól fel van készülve, mert azért ez hihetetlen mennyiségű energiát vesz el. Ennyi ütést, ennyi rugást. Igen. És megint az a jobb kéz, ami megfogta fejen Norbit, aki abszasztóan akar, de ugye ez néha visszaüt. Ez már görcsösség tesz egy versenyzőt, szóval látszik, hogy meg akarja váltani a világot, hogy erre egy meccsre tette föl szinte az egész éves felkészülését, és most olyan menetet kell produkálnia, amit még soha életében, hogy nyerjen. Igen, de egy harcosnak azt gondolom, hogy így is kell bemenni a ringbe, tehát nem szabad vacilálni, nem szabad abban kételkedni, hogy megnyerhetem a meccset. Úgy kell az utolsó pillanatig harcolni. Na nézzük.
mert egy igazi harcos, egy igazi gladiátor soha nem adja meg magát. A utolsó, harmadik menet. Fel kell tenni mindent egy lapra, Norbi. Ez az. Jön a térd. Kicsit kitisztult a magyar fiú szerencsére. Ilyen egész pályás letámadást kell alkalmazni. Ragadni kell Maberre, ütni, rugni, ameddig persze viszi előre a saját ereje. Igen, az edző is azt kiabálják folyamatosan, hogy hát neki ebben a menetben kell döntenie. Igen, kockáztatni kell, nincs mese, mert elég komoly előnyben van Mabel. Meg kéne valahogy rendíteni. Nagyon kemény combrúgás a franciától. Aztán még egy. Igazi, hamisítatlan K1 mérkőzés, annak minden szépségével. És most előre lendül a magyar fiú, a Csibész. Beszorítja oda a kötelekhez a piros sarokba Mabelt. Jön a tér, nem igazán pontos. Istenem, de jó volna, ha megint kipattanna az a fejrugás a végén, ami ott is Norbi javára döntött el. Igen, hát és itt a harmadik menetben kamatozhat az a hihetetlen nagy meló, amit ő csinált az elmúlt hetekben. Nem, megcsúszott csak Balog. Menni kell, ez az. Áj, de kár érte, amit elgáncsolták Balogot, de ezért telnek a másodpercek. Én már menne előre. Igen, ez a francia kirepült fiú. A fogumi. Ez a francia... Megint áll az óra. Ez a francia fiú nagyon technikás, tehát nagyon jól látja a hibákat, látja a helyeket, látja Norbinak azokat a pontjait, amire érdemes rámozdulnia. Hát majdnem annyi meccse van Mabelnek, mint a gála összes versenyzőinek összesen. Hát elképesztő rutin áll mögötte, de nincs olyan fej, amit ne lehetne lerugni. Hát ha még az utolsó perc tartogat valami szépet magyar szempontból. Hát hogyha valaki képes erre, akkor az Norbi lesz. Tehát én azt gondolom, hogy az utolsó másodpercig. Úgy kell visszafognia őt a bírónak, mint egy ilyen felbőszült bika, úgy megy előre Balog. Mehet tovább. Meg kell hajtani még ezt a fél percet. Szép! Igaz, hogy a comb egy kicsit lecsúszott, a hátson találta a franciát, de se baj. Próbál azonnal törleszteni Mabel. Aztán Balog mögé kerül. Hát elképesztő, hogy mit művel Balog a harmadik menetben. Aki temette volna őt a leütés után, az rosszul tette. Ezt a menetet szerintem a magyar megnyeri. Őrületes hajrá. Fantasztikus lesz, fantasztikus. Ugyanazokat az erényeket csillogtatja Balog, amit láttunk tőle a budapesti gálán, amikor ugye kiharcolta a döntőbe kerülést. Ő az utolsó reményünk. Hiszen legyőzték Mihalikot, legyőzték Benedeket. És most még egy-két jó térdes borda alá. De hát a francia nagyon rutinos ilyenkor már. Tördeli egy kicsit persze a játékot. És még találgat 2-3-at Mabel. És itt van a 9 perc vége. De itt van a meccs vége. Hát az biztos, hogy a harmadik menetben olyan energiatartalékokat mozgósított Balog, ami szinte nincs is. Hát egy Phoenix madár. Tényleg itt a Phoenix sarnokban. Fantasztikus, hogy tényleg a porjaiból, hamuvaiból állt újra föl. És végig az egész mérkőzésen hullámvasutazott Norbi. Tehát nagyon jó periódusok voltak, főleg az elején. És aztán ugye persze megtörte az a leütés, majd a másik. De ebből is fölállt. Nem tudom, rossz érzéseim vannak, de ne legyen igazam. Mert az eddig látottak alapján, ugye az embernek az esze azt diktálja, hogy ki fogják hozni a franciát. A szíve meg azt, hogy menjen Balog Norbi a döntőbe. Igen, azért azt, hát a francia valóban több menetben is többet mutatott, és picivel jobb volt. De hát ne nekem legyen igazam, nézzük. Próbálom fürkőzni az edzőt tekintetet, és senki nem tudja, hogy mi van. A második elődöntő, tehát 72,5 kg-ban. The winner is 3-2-0. The winner is on the blue corner, Mabel Delacroix.
És azt kell, hogy mondjam, hogy jogos, igazságos döntés. Norbi fantasztikus volt, amit a harmadik menetben művelt az ember feletti, de összességében azok a leütések igenis számítottak. Úgyhogy a rutinos francia lesz a döntő másik résztvevője. Igen, de Norbi abszolút emelt fővel és abszolút majd, hogy nem győztesként mehet el a ringből, mert egy nagyszerű, nagyszerű meccset csináltak. Egyetértek, így ki lehet kapni. Szóval a magyar harcosok, főleg Benedek és Balogh, tényleg azt mondom, hogy annyit tettek, amire igazán már nincsenek felsőfokú jelzők. Ez van. Úgyhogy itt a 72,5 kg-ban majd Mustafa Hajda és Abdallah Mabel csap össze. Norbi, hogyan értékeled a mérkőzésedet? Ugye volt egy olyan időszak, amikor aggódhattunk, hogy egyáltalán végigmegye, és aztán talán a végén felé meg kicsit bizakodhattunk is. Igen, úgy érzem, hogy amikor elkezdődött a mérkőzés, túl görcsös voltam, már a bemelegítésnél is görcsös voltam, nagyon akartam, túlzottan is akartam. A másikból belenéztem egy pofonba, igazából annyira nem szérültem meg, de becsúszott. Úgyhogy fenékre ültem, kezem lejjebb megszámoltak. Igazából nem voltam megszédülve, nem voltam, de jogos volt a rám számolás. Tehát a bíró jól látta, hogy számolni kell, mert ilyenkor jogos. Mi volt az oka ennek a túlzott akarásnak? Az, hogy 4 év után újra a hazai közönség előtt vagy esetleg nem sikerült jól a felkészülés, mi volt a probléma? Első körben régen volt mérkőzésem, tehát régen bunyóztam, főleg hazai közönség, 2011-ben boxoltam itthon utoljára, és hatalmas volt rajtam a nyomást. Én úgy éreztem felkészülési idő alatt, hogy ezt fel tudom dolgozni. De úgy látszik, hogy kijött. Már a bemelegítésnél éreztem, hogy görcsösek a vállaim, nem pattannak úgy az ütések, már a bemelegítéseknél. Hiába mondták az edzőim, hogy lazábban próbáltam. Meg a másik, amire rájöttem igazából, hogy lassan melegszem be. És tehát a harmadik menetre kezdtem, vagy a másik menet végén, ahogy sikerült ezek a nagy pofon után fölállnom, akkor kezdtem el föllazulni. És a harmadikban már éreztem, hogy ott már csak addigra már késő volt. Hát kellett volna még egy menet, hogyan tovább? Folyt köv. Úgy néz ki, hogy októberben lesz a búlógála, megint a teggála, és ott úgy néz ki, hogy kapok egy lehetőséget címmérkőzésre. Meglátjuk, reménykedem benne, hogy összejön a történet. Tehát nem állunk meg, nem adjuk föl, megyünk tovább.